Na mi a helyzet, gyerekek? Visszajött a villany, jéj! Az áram végre megjött. Hát már hamarabb megjött most már, ugye délután, de megjött 11 felé. De ja, hajnalba elmente. Már 6 órától 11-ig nem volt. A nagy vihar miatt. Na de most visszajött, úgyhogy minden oké. És készülünk Priscilla-val és James-el egy kis vegán összeruccanásra. Van nekünk egy ilyen helyi csoportunk, ilyen vegán csoportunk a Facebookon, és időközönként, általában havi rendszerességgel. Most kezdtük el, a múlt hónapban volt az első összeröffenés. Nem is tudom, tettem-e fel arról videót. De videót csináltam, csak lát, hogy nem tettem még fel, ugye. Na mindegy. A lényeg az, hogy múltkor a Fort Myers-be voltunk, Sweet Tomatoes-ba, és most a Loving Heart-ba leszünk itt Naples-be. És ezeken az összeruccanásokon ugye ismerkedés, és beszélgetünk egészséges életmódról, eseményekről a környéken. Meg akarunk egy nagy rendezvényt szervezni, van a Veggfest. És akarunk egy délnyugat floridai Veggfestet szervezni, úgyhogy azt is azokat a dolgokat is tárgyaljuk, szervezzük. Na. De hát ja, ma lesz este 5-től. Nem, hányan vagyunk? 16 mondta, hogy jön, 29 interested, tehát abból még egy páron jöhetnek. Ja, Mark Young, ő a főszervező ennek a csoportnak, David Clark, ő itt volt, a múltkor Mark Young is itt volt, Michael Young, az egy másik Mark Young. Priscilla hozza James-et, ugye Roxanne a David Clark felesége, és a többieket nem nagyon ismerem. Olyan idegesítő, hogy szökik fel mindig a Facebooknak, mikor feliratkozol, teszed. Csak akkor kéne felszökjön, hogyha a képre teszed. Hát a mész szökik fel örökké. In your face. Justin Sigalő ott volt a múltkor is. Na de lesz, úgy látom van egy pár új arc. Ja, úgyhogy ezek mind jó alkalmak ugye ismerkedni. Csajokkal is, de egy általában ugye mindenkivel. Mert ja, múltkor is megbeszéltünk egy csomó érdekes dolgot, meg én is elmesélem a terveimet. És ugye a nagy formó kapcsolatban is, a múltkor is elmondtam, mikor itt volt találkozó. Úgyhogy ja, jók ezek a kis összeruccanások. És ezen ugye nem mindenki, tehát hogy mondjam, hát mindenki ugye, aki idejön, az kedveli a vegán életmódot, de nem mindenki például annyira vegán. Tehát van aki még most tranzicionál például vegetariánusból, úgyhogy ja, nem vagyunk olyan szigorúak. Ugye mindenki más backgroundból jön, és máshol tart az utazásában, úgyhogy úgyhogy ja, jöhet. Jöhet mindenki, csak ugye azért hívjuk vegán összejövetelnek, hogy azért legyen ott az irányvonal, tudja. Ja. Tudja mindenki, hogy miről van szó. Na tehát ez a Loving Hut vegán vendéglő. Hol van a honlapjuk ezeknek? Nincs honlap. Azt írja, suggest contact info, én írjam be. Suggest price. Ó, van valami térképen, nézzük meg. Tehát az itt van a Pine Ridge Roadon. Tudjátok, az hol van. Mennyire van? 35 perc, 25 mérföld. Itt lent a tehát Pine Ridge. Itt van az airport, itt van a sarkon a Home Depot. Naples Boulevard, itt sokat jártunk, Lowe's Home Depot. És akkor itt találkozik a 41-essel, ott van a sarkon.
Amikor lejöttem először 2011-ben, itt szálltam volt meg az airport. És a Pine Ridge sorkan, nem egy kicsit elrébb. Nem, kicsit itt ne. Itt van egy hotel a sorkon. Best Western. Ja, itt szálltam meg. És akkor is emlékszem, akkor bérelt kocsim volt. Hogy is volt, Tampán béreltem, mint hogy oda repültem. Connecticutból, és emlékszem, eljöttem ide a Loving Heartba először akkor volt, amit 2011. decemberibe. Ja, tehát itt van a sorkon. Ah, nem így a Loving Heart. 7-Eleven. No, de a website-jukat akartam megnézni. Loving Heart. Naples-i. Ja, ezeknek amúgy van sok vendége lőjük. Menü hol van? Menü. USA World. El akartam nézni a location-t. Na, 4 dollár, 5 dollár, 7 dollár. Jó, az árak nagyon jók. Tehát nem olyan drága a hely, ez ilyen megfizethető. Wonton soup, 7 dollár, 7. Saláta, eggplant. Tehát ezek voltak az appetizers, az előételek. Na, mit tegyünk gyerekek, mit szóltok? Noodles, rice. Why? Jaj, a kínaiak beszélnek. Why? Ez fehér rizset jelent, ugye? Why? White rice. De kínaiak. Why? A bán why? Bán why? Why? Fried rice? Fried rice. Nem, ez csak így egy poénkodásból mondom. Amúgy én nagyon értékelem az ázsiai embereket, nagyon tisztességes, becsületes, keményen dolgozó emberek. De, jó. Egy kicsi viccelődés a kiállítással talán még elcsúszik. Ugye nem vagyok attól rasszista, ma kell félni mostanában, hogy mit beszélsz, mert ha valakinek nem tetszik, akkor egyből lerasszista aznak. Na, mit tegyünk gyerekek? Van egyik, amely kedvencem. Hol van? A Thai. Thai. Vietnami. Vegetable, vietnami. Eggplant curry, rainbow curry. Mahalo grill. Szechuan eggplant. Tofu Naples wonder. Na, nem kapunk guru curry. Spicy cha-cha. Buddha teriyaki. Spicy M delight. Nincsen izé. Thai. Hogy hívták? Thai. Nem jut ez. Thai curry. Miért nem lehet itt kerestetni? Na mindegy. Eggplant rainbow. Na, tehát ez a menü. Nem jött be ez az oldal. Azt mondja, hogy menjünk home. About USA. Lovinghat.us. Ja, itt leírja, hogy hol vannak a helyek. Kaliforniában van a legtöbb, van vagy 10. De jó, van vagy nem tudom, 20-30 hely Amerikában. Lovinghat.us, de hol van a Lovinghat a világszerte? Hadlám, Európában van-e? Mert ezeknek van, azt hiszem, világszerte, vagy több száz vendéglőik, lám, hol írja. Azt mondja, hogy hát tegyük arrébb a kamerát.
120 branches worldwide. 200 branch. Ja, valamit az európai, a világszerte ezért nem jön be, csak az USA locations jött be. Na mindegy, Connecticutban nincsen. Floridában van 4 Orlando, Cape Coral, Naples, Tampa. Lovinghat.us. Na, menjünk egy jót falunk, egy jót dumálunk, kell egy kicsit a socializing is, nem? Na, hova kaptingatok itt félre? Felé, bolond felé. Na. És ennyit, emberek tesznek ki fényképeket. Ja, dicséri mindenki, jók a review-ok. Ilyen szép képek. Piros fehér zöld-e? Like. Ja, persze ázsiaiak tulajdonában van ugye ez az üzlet. Vendéglőlánc. No. Ma reggelire narancsot ettem, ebédre mangót. Úgyhogy vacsorára jöhet egy kis Lovinghat. Na jó gyerekek, el is mentem. Sziasztok, jó szokat!